Sziasztok srácok, itt vagyunk egy következő videóban. Méghozzá a CMT a Las Venturas szerveréről fogok bejelentkezni nektek. Mindenkivel jó minden, akkor jó. Az a helyzet, ugye, nem tudom mennyire emlékeztek, volt egy karakterem Rolando Woods néven, és tegnap fölmentem TS-re, beszéltem egy adminnal meg egy moderátorral, elfelejtettem a jelszomat, és akkor ők mondták, hogy volt egy másfél éve egy szerver leégés, hogy kigyulladt a szerverterem, vagy valami ilyesmi, és ezért minden akun törlődött, elveszett. Így adtam a adminnak egy szériát, és akkor ő megnézte, hogy nincsen akun csatolva ez a számítógéphez. Szóval most regisztrálni fogunk. Ez egy új életet jelent. Jó, szabályzatot nem látom. És akkor itt van, egy új élet. Hogy ne? Talán most sikerül. Na, végignéztem bemutatót. Amennyiben új játékos vagy, kapsz egy kis bevezetőt a játékba, hogy mégis ne tapasztalatul csöppenj bele a nagyváros életébe. Felhívjuk figyelmedet arra is, hogy megfelelő hozzáállás és komolyság nélkül ez nem fog sikerülni. Megértettem. Játék alapvető és szabályzat admin szárka örökban, ICOC. Oké, játszok már egy pár évet, DM faszom. Jó. Oké. Jöhetnek a papinak a tesztkérdések. Az autóddal nekimész egy másik játékosnak véletlenül. Mit cselekszel? Hát, RP-zem a balesetet, ezután pedig folytatom a cselekvést szerepemnek megfelelően. Ha téged megölnek a játékba és te visszamész bosszút állni, akkor melyik szabályt szeged meg? Revenge kill, halál utáni bosszú. Ha a rendőrség irányzók közül hozzád, le kell húzódnod. Ez egy IC esemény. Hirdetésben szabad egy drogot, fegyvert hirdetni. Hát van színeon, gondolom, szóval igazából lehetne, de amúgy szerintem nem. Üldözés közben szabad-e használni a fix kártyát? Nem. Szabad-e javítás, tankolás, elmű, teleportás kérni PM admintól? Szerinted belefér az RP kereteibe az, ha beszolgat valaki a rendőrnek? Hát, szerepétől függ. Átverhetsz-e másokat házzal, autóval a szerveren? Nem. Hol lehet munkát felvenni? A városházán. Szabad-e admin segéd jogot kérni PM-ben? Nem szabad. Mi a weboldalunk címe? Hát, .com vagy .hu? Game.com. Hát ez fasz se tudja, ezt nem tudom. Ha a szerven lévő vagyontárgyattól meg szeretné szabad, mert abba hagyod a játékot, mit teszel? Semmitvel nem szabad a vagyont átruházni. Odaadom haveromnak. Semmitvel nem szabad, jó. Szituáció, oda megy hozzád egy játékos és IC-vel kérdezi, hogy kell. Hogy kell az inventory-t behozni? Milyen szabálysértés követ el? ICOC keverést. Szabad ülni a szerveren? Igen, ha van rá nyomós. Indokom. Hogyan használhatod az OC-t, azaz a karakteren kívüli chatet? B betű. Melyik szabálysértés követed el azzal, ha valakinek kiolvasod a nevét és azon szólítod meg? MG Metagaming. Ha kibannolok OC kereskedésére, akkor mentesít, hogy csak buktatni akartál? Nem lehet erre hivatkozni. Ha találkozz egy bugot ki, azt játékossal kötelességed jelenteni? Igen, minden esetben. Ha szerveren bugot találsz, kötelességed minden esetben jelenteni. Igen. Mit jelent az IC kifejezés? In character. 3-2-ös bandás átfogja a fegyvert és a pénzet követeli, de te elszaladsz. Melyik szabálysértés ez?
Power gaming, azaz a hősködés. Hogyan használod a szerven található roleplay szabályokat, parancsokat, bocsánat, permi cselekvés. Hát ez az első. Mit jelent az OOC kifejezés? Oath of Character. Hogyan jelent, ha egy játékos nem tartja be a szabályokat? Szólok adminnak, hogy panaszkönyvet teszek rá. Sikeresen kitöltötted a tesztet? 95% csak. Gondolom az e-mailt, vagy mi a faszom fórumot, azt elbasztom. Felhasználó név, hát ezt nem kell látnotok. $1000 kezdünk csupat. Játszott perc. 0 banki egyenleg. Mindenem oda veszettem, úgy volt kocsim. Volt egy-két AK-m. 200 lőszerem. Hát minden oda veszett. Állítólag akkor valami 2 hónapig lehetett visszaigényelni. Na, az a helyzet, hogy itt kezdünk a reptérnél, azt hiszem ez a reptér. Ja, oda van írva egy airport. 143-an vannak fönn, szolidan, hétfő 5 órakor. Figyú, az lesz, mit csináljatok ilyenkor? Mikor kezdők vagytok, ne nonozzatok, ez a helyzet. Nézzük a karakterünket először is. Karakter leírásom, én vagyok a király ebben a városban, és mindenki a csicskám. Ez lett a karakter leírásom. F11. Megnézitek, hogy mi hol van. Itt a városháza kurva messze van. Taxit nem tudunk hívni. Szóval... akkor, hogy tudunk? Nem, nincs telefonunk. Hát akkor, srácok, az lesz a helyzet, hogy elmentek ide az autókereskedésbe kurva gyorsan, és megnézzétek, milyen autót vagy biciklit lehet kapni. És az a kurva nagy helyzet, hogy ide ne fussatok, mert egy bringa 1000-től kezdődik. Szóval itt nem fogok venni lófas se. Dugja fel a seggébe, aki akarja. Hobbiboltba, keleti horgászhelynél. Na srácok, a másik opció, amit a Trabix kitalál itt a fejébe, az nem más, mint ide jöttök az autókereskedéshez, itt remélhetőleg a kórház mellett lesz valaki, aki jó fej veletek, és akkor, mint láthatjátok, most jöttem a városból, nem adtok egy bringára valót, és akkor csumi, és akkor adott neked a csávó $10,000, hát nektek kérjetek 1500-at, abból már veszek egy bringát, és még marad is. És akkor lesz 1500-atok, mert megveszitek a legolcsóbbat. Hát most nekem van $10,000, így bemegyek és veszek egy bringát. Itt van 1750-ér mountain bike. Nézzük is. 1750, 2000 BMX, az nem kell. Mountain bike-ot veszek. Milyen színbe? Babakébe, bazd meg, hát hogy ne. Vásárlás. És már neveteken van egy bicobb az meg, hát mit szórakoztok. És már itt is van a bicikli a neveteken. Most eltekertek a városházára szépen. Hát ne ilyen luftos lábbal bazd meg, de jussatok el odáig. Na miután megérkeztetek a városházára, bementek. Ígyni. És akkor kéne nektek valami papír, amit lehet, hogy itt kéne intézni. Így van, útlevél, személyigazolvány ingyenes. Horgászengedély, üres adásvétel is jó jöhet. Útlevél, váltsunk ki azt is. Na, ezek az iratok, amik kellenek nektek. Útlevél. Munkát tudtok fölvenni. Hát, vegyetek föl azért egyet. Pizza futár, postás. Városit fölveszem. Ha kellene nagyon a lóvé, akkor ne kelljen visszajönni. Nem baj, ha föl van véve. És ami most nagyon megéri, srácok, amit csináltam egy csomó
videót róla, legalábbis három részt csináltam róla, mindegyikben vagy kibannoltak, vagy elraboltak. Na itt ilyen nincsen. Itt az LV szerverén nem lehet elvenni tőled, kirabolni fémkeresés közben. Szóval az a helyzet, hogy megnyomjátok az F11-et, és itt láthattok egy hobbiboltot, ide kell elbringáznotok a városon át. Itt megveszitek a fémdetektort, illetve az ásót, és akkor a városon kívül tudtok bárhol keresgélni. Na megjöttünk a hobbibolthoz. Ide is bemegyünk. Bejöttünk, és akkor nézzük meg az árakat, kíváncsi vagyok, kiugrik a szemem. Geci. Gyógyszer. Na, ásó, bazd meg, 1500. Fémdetektor, 7500. Kimore. Fémdetektor, mennyi marad? Mondd, hogy 1500 marad, bazd meg, nem fog maradni. 1250, geci. Kéne 250 dodó. Na jó, megyünk kódolni. Faszomba. Na srácok, ez a srác engem kisegített, nagyon jó fej volt. És egy új fejlemény, hogy ha jöttök biciklit venni, akkor nem is kell elmenni oda a halál faszára, hanem városháza előtt. Amikor eljöttök ide, bejelentkezésnél, akkor itt a kórház mellett bementek. Tényleg kurva jó fej volt a srác. Na, oda bementek a kórház mellé, és akkor ott is meg tudjátok venni a fémdetektort, annyi, hogy ott 10.000 dollár, nem 7.500, de ha jó fej srácok vannak, vagy találkoztok vele, itt a kaszinóhoz gyertek el, és akkor itt tudtok egy kicsit kuncsorogni. Mint látjátok, megint van 1500-a majdnem, van két darab fémdetektorom, kaját vettem, telefont vettem közben. És akkor most megyünk Blueberrybe, és akkor elkezdünk ott fémdetektorozni. Na hát srácok, el is érkeztünk a videó végére. Remélem, hogy ez a kis bemutató tetszett, hogy hogyan kezdjétek el. Én elkezdek fémkeresőzni, de azt ti már egy másik részbe fogjátok csak látni. Az a következőbe. Ha tetszett a videó, akkor mindenképp írjátok meg kommentbe, hogy legyen-e folytatás, illetve mit ajánlatok, mit csináljak a szerveren. És akkor találkozunk majd a következő részben, videóban. Ne felejtsetek el feliratkozni, ezzel támogatva a munkámat. Köszönöm szépen nektek a megtisztelő figyelmet, legyetek jók, sziasztok! See you,